A műsor második felében pedig hagyományosan megbeszéljük a hét legfontosabb hazai és külföldi eseményeit kollégáimmal. Üdvözlöm a stúdióban L. László Jánost, a nyomtasteis.hu főszerkesztőjét, valamint két klubrádiós kollégámat, Bolgár Györgyöt és Rózsa Pétert. És csak mi is pont hú vagyunk. Egészen pontosan. Bár a János nem pont hú. Igazából nem, ő pont papír. Ő pont papír, mert hogy az a varázslat benne. De van pont hú is. Persze, hogy van. Te is pont hú is van, de az igazi, az a lényeg az, hogy ez papír alapú újság. Szóval kezdjük akkor rögtön azzal, amit Orbán Viktor mondott ma a héten, hogy száguld a gazdaság, soha nem volt ilyen fejlődés, és hogy ennek megfelelően soha nem látott nyugdíjprémium érkezik. Ez most egy KSH akrobatika számokkal, vagy pedig egy nagyon is jól megtervezett, már a választási kampány elindulását jelző dolog? Megtervezett, de nem akrobatika. Egyszerűen az az oka, hogy azért nőtt majdnem 18%-kal a magyar gazdaság a második negyedében, mert 2020 második negyedében a magyar gazdaság valami 14%-kal visszaesett. Úgyhogy ahhoz viszonyítják, ahhoz képest emelkedett ilyen nagyon. Ez azt jelenti, hogy nagyjából helyreállt az egy évvel korábbi, sőt, hát végeredményben a 2019 végi állapot, azt meg is haladtuk, de ez egy olyan visszapattanás volt, amit megcsináltak másutt is a világon. Magyarországnál gyorsabban fejlődött például az elmúlt 11 évben, talán soha nálunk gyorsabban nem növekvő Spanyolország és Franciaország is, mert ott is annyival visszaesett a GDP, hogy ebben a második negyedévben nagyon nagy ugrást tudtak produkálni, de miután ezt előre tudták, és hogyha nem üt be valami tragédia, ugye a mostani harmadik hullám az május közepén kezdett el csökkenni, de utána nagyon gyorsan visszaszorult, és a gazdaságot pedig kinyitották. Tehát ha nem következik be ilyen tragédia, hogy mégis zárni kell váratlanul, akkor erre már tavasztól kezdve lehetett számítani, hogy nagyon gyors lesz a visszapattanás, gyors lesz a gazdasági növekedés, és ezt a nyugdíjprémiumot arra találták ki, hogy ha meghaladja a 3,5%-ot a növekedés, akkor ennek az eredményeiből részesülhessen a nyugdíjas is. Most pedig nagyon gyorsan nőni fog a tavalyi válság miatt, és ezt ők tudták, de ezzel már nem foglalkozik a magyar állampolgár, mert nem ismeri ezeket a részleteket. A nyugdíjprémium törvényt, amit a bajnai korszak alatt hoztak, kit érdekel? A lényeg az, hogy Orbán Viktorék megint adnak méghozzá olyan sokat, amit eddig nem is látott senki. Ráadásul most az inflációval is korrigálják a nyugdíjat a novemberi kifizetéshez. Jó, az kötelező, de most az ténylegesen meg is történik. Egy dolog sántít, hogy a tájékoztató oldalon az van, hogy és már a rezsicsökkentéshez, illetve a rezsiköltségekhez hozzájáruló utalványokat szét is küldtök a nyugdíjasoknak. Az vagyok, én nem kaptam semmit. És én még nem is hallottam, te kaptál. Én nem, de hát lehet, hogy mi egy bizonyos listán vagyunk, nem tudom. Nem, mi olyan fiatalok vagyunk, hogy mindenki. Nekünk nem jár, jó, oké. Ugyanakkor persze ennek van helye ennek a prémiumnak, hiszen ha megnézzük az árakat, főleg azoknak a termékeknek az árait, amiből az idős emberek vásárolnak, elsősorban a zöldség vagy az élelmiszer árak, ezek soha nem látott mértékben növekedtek az idén. Hát itt az infláció. Én csak mielőtt megszólalok, annyit hozzá akarok tenni, hogy egy kicsit olyan kakuktojásnak érzem magam, valaha a Magyar Hírlapnál voltam belpolitikai rovatvezető, szóval rendes újságíró voltam, most pedig egy ilyen szamizdatszerű újságot csinálok, ez a Nyomtas Te Is, ez egy heti lap, amit a kis falvakba terjesztünk, és azokat a híreket próbálja meg elvinni a legkisebb településekre is, amit el akarnak hallgatni az ott élők elől. És rajtunk múlik, hogy eljusson, mert igen. Akinek módja van, töltse le, nyomtassa ki annyi példányban, amennyi oldalt, papírt nem sajnál rá, és ossza szét a környezetében. Igen, mondhatjuk azt, hogy a Klubrádiónak egy print kis testvére vagy nagy testvére, igen. Hiszen mi is igyekszünk azokat a híreket elmondani itt a rádióba, az interneten keresztül, ami nem jut el. Igen. Egyébként a hallgatósághoz. De ezt csak azért bocsátottam előre, hogy
Most én megpróbálok majd úgy hozzászólni minden témához, hogy így 4 éve én felvettem egy szemüveget, ez a kis településeknek a szemüvege. És a híreket mindig olyan szempontból nézem, ugye egész héten bányászom a híreket, de azokat kell kiválogatnom, ami érdekes lehet egy faluba is, és amit ott megértenek. És ezért ezt a listát is, ami esetleg ma szóba kerül, ezzel a szemmel néztem. Hát ez a nyugdíj téma, ez biztos, hogy mindenkit érdekel. Mi is nagyon, nagyon sokat írunk róla. Mondjuk én egy konkrétumot írtam fel, azért rádióban nehéz számokat úgy hallás alapján értelmezni, de ma találtam egy cikket, amiben az volt, hogy a nettó, tehát 150 ezer forint alatti a nyugdíj, az átlag nyugdíj. Igen, de akik az alatt vannak, az 1.211.000, és ennek a cikknek az volt a címe, hogy a nyugdíjasok 5%-a éri el a nettó átlagkeresetet. Tehát, hogy ez azért egy nagyon borzalmas szám, hogy ezt szokták is mondani, hogy a Magyarországon úgy van, hogy aki nyugdíjas, az egyenlő a szegénységgel. Tehát az egy szegény. De hogy ez ennyire borzalmasan nagy szám, ez tényleg ilyen nagyon szemléletes. Aztán és ez különösen igaz a kis településeken, hát igen, a falvakban, igen, ahol ugye arra számítanak, hogy a hagyományos termelési módokkal, ugye majd a kis nyugdíjas úgyis megtermeli magának, meg úgyis tartjuk ott, vagy én nem tudom micsodát, és azzal... És egy frászt termeli már, meg nem, igen, termeli meg, az igazság. Elmész a falvakba, és ott hátul a kertek mind majd üresek, és jár a zöldséges minden héten egyszer vagy kétszer a falvakban így körbe, mert már zöldségesnek kell járni, már fornett is van a faluban, mert már nem sütnek otthon, megváltozott az életforma, és nem egészítik ki a kiskeresetőek, már nagyon kevesen vannak, akik egy háztáival kiegészítik a megjelentést. Ugye az izgalmas kérdés az, hogy ez a gesztus, amit így a kormány tesz, hát nyilván választás előtt mindig tesznek ilyen gesztusokat, ugye ez az ilyen nagyon rossz helyzetben lévő embereket teljesen elvakítja, hogy mindegy, de legalább most kaptunk 20 000-et, 50 000-et, és ilyen jó sose volt, vagy pedig... Bár ez meg is volt koreografálva, mert én emlékszem azokra a nyár elejé bankvezetői, meg pénzügyminiszteri bejelentésekre, hogy hát, ha elérjük majd ezt a kritikus százalékot a növekedésbe, akkor esetleg arról lehet szó, és lám-lám színre lépett augusztusban a jó király, és ad egy csomó pénzt. Erzsi néninek, meg igen. Hello Röfinek, ja. Igen, annak idején az Erzsi. Hát csak, hogy ezt tudja azt felettetni, ezt az előbb mondott számot, hogy majdnem minden nyugdíjas szegényként él. És ez a bizonyos nettó átlagkeresete, hogy értsék is a hallgatók, hogy ez mennyi lehet, ez 293 000 forint. Vagyis a nyugdíjasok közül mennyi, 5-6% van? 5% éri ezt el, igen. Ez a dolog lényege. Ennyire szakad, ez mutatja azt, hogy mennyire szétszakadtak az elmúlt években a nyugdíjak és a keresetek. Orbánéknak ez egy tudatos politikája volt, a béreket jelentősen igyekeztek növelni, a nyugdíjak pedig lényegében ez a... fenntartjuk a nyugdíjak vásárló értékét, ez volt a szlogenjük, és ezzel az inflációt kvázi pótolták, de hát azt is mindig késéssel az év végén, és ehhez próbáltak valamit hozzáadni nyugdíjprémiumban vagy utalványban, mert ők is tudták és tudják, hogy egyre jobban szélesedik ez a szakadék, és ez nem jó, ez a társadalmi kohéziót növeli, és az igazságtalanságot sokakban erősíti, ezt akarják valahogy csökkenteni, és ezt látványosan próbálják ilyenfajta külön extra juttatásokkal. Szerintem abban bíznak, hogy ennek nagyobb a propaganda értéke, mint annak, hogyha nyugdíjakat évente nem csak az infláció mértékével, hanem annál nagyobb mértékben növelnék, mert az egyszer van, megszokjuk a jövő héten, következő hónapban is azt a magasabbat kapjuk, harmadik hónapban is, így viszont egy évben többször lehet adni. Szerintem ez is propaganda találmány. Az egész politikájuknak a marketingje ezen áll, és bukik. Én emlékszem, amikor a magánnyugdíj pénztárakat felszámolták,
akkor én a falumban azokat a hangokat hallottam, hogy jé, te Juli, te képzeld, kaptam 35 ezer forintot, az honnan jött, azt még nem tudom valamikor. És az emberek ezt, mi itt értelmiségiek rágtuk a csepüt, ugye, hogy fú, micsoda botrány. A kicsi emberek meg, akiknek fogalmuk nem volt erről az egész magánnyugdíjpénztárról, mert ezt a baloldal elszúrta annak idején, nem propagálta, nem csinált belőle ügyet. Azt se tudták az emberek, hogy ilyen van. Pénzhez jutottak, és hát a jó király, hát már itt néz Orbán, itt van, és már jön is a pénz. És ez, amit te mondtál, Gyuri, sokkal mélyebben megmarad, mint az, hogy időnként igazságosan korrigálják kisebb lépésekben. Ez végül is egyszer egy évben, és akkor mindenki úgy veszi, hogy hát ez nekünk jár, így hát van. Ez a nyugdíjemelés menetrendje, hát most akkor nem csak az infláció tervezett mértékével, hanem tegyük fel a bérek növekedésének felével is svájci indexálás jelentené ezt, azzal is többet kapunk, de hát ha ez az élet meg a törvényrendje, akkor ez normális. De itt most más a törvény, és Orbánék ehhez képest adnak valami pluszt. Erre játszanak is. És még ott lesz 2022. januárjában az 54. heti nyugdíj. Így van. És nem lennék meglepve, ha februárban még valamilyen juttatást előhúznának, mint egy nyuszit a kalapból, hiszen március végére, áprilisra, várhatóan a választások idejére muszáj valamit még produkálni egyébként. Hogy ez mennyire jól működik, azt a héten közzétett egyik felmérés és politikai felmérés is mutatja, hogy fej-fej mellett halad a felmérésekbe az Avec Research által készített felmérésben, változatlanul fej-fej mellett halad a Fidesz, és az egyesült ellenzék, ha lehet ezt az ellenzéket egyesültnek nevezni, hiszen az imént ugye a zuglói riport, ami az adás elején elhangzott, azért azt mutatja, hogy elég nehéz. Vannak ott is nem is hajszárepedések bizonyos helyeken, de a Fidesz elérte azt a célját, hogy fej-fej mellett halad változatlanul az ellenzékkel. Hát csak még ezt az előzőhöz akartam, de teljesen ide illik. Tehát ugye szerintem az a kulcskérdés, hogy az újságok, a sajtó, ami megmaradt, az teljesen tisztességesen és jó színvonalon elvégzi a munkáját, de nem jut el az emberekhez. Ezért nem szólhat a klubrádió is. Tehát szerintem, hogyha 1 millióan hallgatnák a klubrádiót, akkor teljesen más lenne még ez a felmérés is. Mi ezért próbáltuk meg, hogy akkor legalább papír alapon juttassuk el, és szerintem ez a kulcsa mindennek, hogy azok az emberek, akik a kisebb településeken élnek, csak ez az egy információ jut el hozzájuk, vagy más is. Hát most egy pici esély lehet arra, hogy az előválasztás így megmozgatja a politikusokat, és belátják a helyi jelöltek is, hogy mozgásba kell lenni, ott kell lenni a kis településeken, magyarázni kell az embereknek. Hát egyáltalán, ettől... hogy egy politikai kampányban el kell menni és találkozni kell az emberekkel, mert hiába posztolok én bármit a Facebookon, akármilyen videót, meg okosságot, vagy a YouTube-on, a szemtől szembe kommunikációnak van igazán hatása. Amikor azt érzem, hogy ez a politikus vette a fáradtságot, és eljött hozzám, és velem akar személy szerint beszélni, nem csak üzeneteket küldözget. Ennek a propaganda kormányzásnak lehet persze hátulütője is, mert ugye a Fidesz azt csinálja, hogy hát az előválasztás, amit az ellenzék csinál, hát az nevetséges, hát az egy botrány, hát ott állandóan harcolnak egymással, ott az egyik lenyomja a másikat, ott nem is történnek rendes, ott nincs is igazi választás, ott millió, naponta gyártják az újabb és újabb híreket, hogy miért szörnyű, nevetséges, botrányos az egész ügy. De miután annyit beszélnek és írnak róla a saját sajtójukban, illetve a sajtó, a média 80%-ában legalább, ezért azok az emberek, akik nem is tudtak róla, meg nem is foglalkoztak vele, meg nem is érdekelte őket, mit csinál az ellenzék, hát összefogott, ezt hallottuk, de hogy előválasztás? Na azok még akkor is megtudják, hogy van ilyen, hogyha abszolút nem figyelnek oda, mert ennek a hangfoszlányai eljutnak hozzájuk, és aztán az, hogy ez szörnyű, az egy másik kérdés, de legalább tudják, hogy van. Hát ez egy nagyon jó példa, és konkrét eredménye van annak, hogy mennyire improduktív egy-egy ilyen akciója a Fidesznek. Behozták ugye ezt a LMBTQ elleni hadjáratot nagyon aljas módon. Ezzel aztán megtelt a sajtó. Ők is rengeteget beszéltek ebben a 80%-nyi média felületen, ugye? És az lett az eredmény, hogy valamelyik közvélemény kutató talán a Publicus felmérte, hogy az egy évvel korábbi állapotokhoz képest a magyar lakosság elfogadóbb a homoszexualitással kapcsolatban, mint volt. Tehát, hogy egyszerűen bejött a téma,
annyira már nem tudják kezelni, hogy minden egyes emberhez ugyanazzal a negatív felhanggal juttassák el. Ott van a levegő, beszélnek. Nem tudnak minden ember mellé egy homofóbot állítani. Szóval, hogy ebben a nagy lihegésben ezek néha így visszaütnek. Meg talán valóban a fiatalokkal nem számoltak. Én azt tapasztaltam, hogy a fiatalok körében ez ilyen döbbenetes hatással volt. Tehát azok, akik így nem politizálnak, és a 30 alatt a lévő korosztály, túl van ezen a kérdésen. Igen. Régen. Igen. Teljesen toleránsak ebbe az ügybe. Nem is értik, hogy most mi ez az egész és háború. Igen, nagy megdöbbenést is láttam a körükben, értetlenséget, nagy dühöt, hogy mi ez. Úgyhogy szerintem például az biztos elkalkulálták. Csak ugye... De hát vannak más kampányok viszont, amelyek például 2015 óta folynak, a migráns ellenesség, az viszont évtizedekre beül, én attól tartok. Tehát ebben az esetben, hogy egyszerűen nem divat már homofóbnak lenni a fiatalok körében, mondhatom azt is, hogy bunkóság, hiszen nagyon sokszor így reagálnak fiúk és lányok és fiatalok egy-egy ilyen homofób kijelentésre, de az idegen ellenesség az viszont szerintem évtizedes károkat okozott. Tehát emlékszünk ugye a legendás pirézek elleni ellenérzésekre, és most megint jöhet, ugye, hát van a miniszterelnöknek egy mumus felelőse, hiszen jön Bakondi György, és azt mondja, hogy sok ezer afgán itt léheg a határon, és így tovább, micsoda veszély leselkedik Magyarországra, a keresztény kultúránknak annyi. Ugye, de ráadásul ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert ennek van alapja. Csak nem így kéne kezelni, de azért igen, az egész európai társadalom szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy a menekült politika ebben a válsághelyzetben borzalmas tragédiákat okoz, csak hát ugye ezt meglovagolja az Orbán kormány nagyon ügyesen, és tegyük hozzá, hogy talán az ellenzék nagyon ügyetlenül nyúlt ehhez hozzá. Kezdetben a teljes ellenállás, lebontjuk a kerítés, stb. Nem számolva azzal, amit Hardi Mihály mondott, hogy nagyon erősen benne van a néplélekben egyébként is az idegen ellenesség és a félelem. Na de hát például a kis településeken életükben nem láttak, még külföldi hát, se. Vannak, nem kell látni. Nem kell látni. Zsidó se kell az antiszemitizmushoz, lásd Lengyelországot. Hát, szóval. Ezek ilyen mély pszichológiai nagyon dolgok, mélyen. Hogy az idegentől való félelem az a legősibb, egyik ilyen legősibb féle. Hát szerintem nem véletlenül lovagolják ezeket meg. Hát igyekeznek olyan témákat találni, ami nem racionálisan hat, hanem ilyen mély. Hát ezek a zsigeri dolgok, amelyeken ugye sokszor a hollywoodi filmek is alapulnak, tehát nem találták fel a spanyol viaszt. Az emberi pszichének a negatív részére. Hát meg hát tudjuk a politikai pokoli forgatókönyvben, Noam Chomsky pontosan leírta a 10 pontba, hogy az, ha totális hatalomra törsz, első pont, gyárts egy ellenséget, amitől fél a tömeg, és te biztosítsd a tömeget, hogy majd te megvéded őket. Hát ebből a kottából nagyon jól tudnak játszani a diktátorok mindig. Hát pláne, ha ez a jelenség, a menekült állapot tömegesen jelen van, mert jelen van. De ennek a problémának, ahogy Péter is mondja, van valós alapja. Akkor is volt 2015-ben is, hát látványos alapja volt, hiszen sok százezer menekült árasztotta el Európát, és jelentős részük Magyarországon keresztül ment tovább, de érthető volt az is, hogy az ellenzék akkoriban azt mondta, hogy minek itt a kerítés, mert rengeteg pénzbe kerül, embertelen is, és nem nálunk akarnak maradni, hát engedjük őket tovább, végezzük el az adminisztratív munkát, csináljuk azt, ami egyébként tehát normális volt. Nem végeztük el, bocsánat, persze, hogy nem. Magyarországon nincs is menekült. Menekültekkel foglalkozó megszüntették. Csak szervezet. Most csak azt mondom, hogy a 2015-16-os ellenzéki reakció miért volt érthető, és bizonyos szempontból logikus is. Aztán kiderült, hogy Orbánnak mégiscsak jobb érzéke volt ahhoz, hogy ezt a problémát nem magától értetődő, mármint a rendkívüli helyzethez képest magától értetődő természetességgel és normálisan kell kezelni, mert akkor is nagy felfordulást és nagy visszhangot fog kelteni, mert akkor se könnyű bánni néhány százezer emberrel, hogyha semmi bajt nem csinálnak, ha egy időre letelepednek nálunk táborokban, aztán tovább engedjük őket rendezetten. Szóval mindenképpen óriási visszhangot kelt, és aggodalmat, hogy mi lesz itt még, vagy mi lehet itt még. De most más a helyzet. Egyrészt nem lehet tudni persze, hogy Afganisztánból mennyien jönnek, nyilván nem annyian, mint a
a szíriai válság után, és Európa sem akarja, hogy ennyien jöjjenek. De Orbán független attól, hogy mennyien jönnek, rögtön fölkapta a témát, mert tudja, hogy elég már csak megnyomni egy gombot, ezt a bizonyos pánik gombot, hogy jönnek, 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 és akár jönni fognak, akár nem fognak jönni, ők el fogják ismételni naponta tízszer, hogy mi készen állunk, mi nem engedjük be őket, és ennyi elég a magyar választók többségének, azt mondják, hát helyes, helyes. Mit mondjon erre az ellenzék? Azt kell mondania, ugye, amit a tisztesség, az emberi tisztesség diktálna, hogy aki rászorul, aki menekült, annak adjuk meg, és itt akar letelepedni, annak adjuk meg a lehetőséget. De már ezzel a megengedő és humánus mondattal is baj van, mert ezt mindenki úgy fogja értelmezni, na látjátok, ezekbe engedik, Orbán pedig nem. Miközben Orbánék is kihoztak néhány száz afganisztánit most Kabulból, és ha itt akarnak letelepedni, akkor menedékjogot vagy oltalmat fognak nekik biztosítani, vagyis megteszik azt, ami minimálisan elvárható. Azért abba is gondoljatok bele, hogy ezen a héten, hát a tévéképernyőn láttuk, hogy mi elől menekülnek az emberek. Persze, láttátok borzal. A kabuli repülőtéren történt robbantást, ahol térdig gázoltak a szószoros értelmében a halott testek között az emberek, és próbáltak túlélőt találni. Ez elől, a helyzet elől kimenekítünk pár olyan embert, talán 200-an lehetnek a családtagjaikkal együtt, akik segítették egyébként a magyarokat annak idején az afganisztáni misszióban, majd lezsupoljuk őket azzal a lendülettel, tompára és röszkére ezekbe a konténertáborokba. Hát hova lehetne őket vinni? Hát Magyarországon volt megfelelő menekült kezelő központja. Volt, felszámolták, igen, de hát mondjuk... Tehát azért ez egy, erkölcsileg ez egy borzasztó visszás történet, hogy kimenekítjük ugyan azokat, akik nekünk segítettek, és egyébként rögtön sietett Szijjártó Péter kijelenteni, már pedig senki másnak többet. Ezzel a részünkről ez le van zárva, és ezeket az embereket levittük oda, ahol Isten tudja, hogy milyen állapotok uralkodnak, mert hogy nem engednek be oda például emberi jogi szervezeteket sem. Jellemző az orbáni politikára, említettétek ezt a Bakondi belbiztonsági tanácsadót. Amikor válság volt, természetes, hogy megkérdezték minden alkalommal. De amikor a válság elkezdett szűnni, majd lényegében meg is szűnt, mert Európát már jóval kevesebb menekült érte el, mint nemhogy 2015, de még 2014 előtt is az előző években. Szóval 18-19-20-ban lényegében érezhetetlenné vált ez a menekült válság. Bakondi akkor is minden héten kiállt, lehet, hogy minden héten többször is, és mindig megkérdezték, és minden megkérdezték, mi a helyzet. Az állami televízióban, a Fidesz médiában... Nem tudott a déli határon egy üregi nyúl egy lyukat ásni a löszfalba, anélkül, hogy a híradó ne lett volna. És ha az üregi nyúl átásta magát, akkor Bakondi bejelentette, hogy a helyzet egyre rosszabb. Hát egyre több üregi nyúl. Nézzék meg, hogy micsoda alagutak vannak a határon, itt a kerítés alatt, és így tovább. Tehát mindig a helyzet romlott, miközben a helyzet folyamatosan javult. Most viszont, amikor azt mondják, hogy nem engedünk be senkit, meg kell nézni, hogy mit mondanak az osztrákok hónapok óta, hogy egyre több menekült jelenik meg a magyar oldalról Ausztriában, hogy ezt meg kell állítani. Hogy? Tessék mondani, hogy? Hát azt mondta Orbán Viktor, hogy ezen a kerítésen, a szerb határon felállított kerítésen a madár se tud átrepülni. Miük van ezeknek? Csak a menekült. Átdobja a kabátot, magyarán, és átugrik. Nagy a szájuk, hogy mi megállítottuk, de közben nem állították, mert sőt, valószínűleg még hát nem mondom, hogy segítik tovább menni őket, de akár tudják. Hát lehet, hogy nincs, aki megállítsa. Tehát pontosan, mert nincs rendőr. Ott a kerítés, és ugye pont egy eheti hír volt az is, hogy annyira kevés a rendőr, hogy a pótszabadságokat nem tudják kiállítani, kiadni, meg, mint kiderült, tűzoltóból sincs elég, volánbusz sofőrből sincs elég, lehet, hogy a magyarok elindultak Ausztriába, kiürül az ország, mert az, hogy vízvezetékszerelő nincs, vagy kőműves nincs, azt már egész nyáron hallottuk. Na de az, hogy már rendőrből sincs, nővér sincs, orvos sincs, az egész ország, mintha kiürülőben lenne. Mi történik?
Hát, hogy ez most hirtelen kulminálódott, vagy pedig ez egy folyamat, amire most megint odafigyelünk, ez nagyon nehéz megállapítani, mert a kormány ugye hallgat, semmilyen információt nem ad ki, tehát ilyen részinformációink vannak. Ebben az a dráma, hogy egyes szakterületek vezetői nem nyilatkozhatnak, és nem mernek nyilatkozni. Ugye az egyetlen Bucsi doktoron kívül, talán a Fehérvári Kórház igazgatóján kívül, aki azt mondta, hogy akkor most elmondom, mi van itt igazából. Meg is kapta magáét meg utána. Rémisztő statisztikát közölt amúgy. Igen, mert ez történik a kórházakban, akinek van ismerőse rokona, akiben dolgozik egy megyei kórházban, vagy városi kórházban, az pontosan minden nap hallja a beszámolókat, hogy mi történik, ez sikerült teljesen lehazudni, ami egészen tragikus, és közben mennek el az emberek. Hát nincs orvos, hány helyen nincs orvos? Ugye most a praxis közösségekkel akarják a házi orvosi ellátást megoldani. Hány kórházban szünette? Tatabányán nincs a megyei kórháznak most pillanatnyilag bőrgyógyásza, és nincs szülésze. Mondom, nincs szülész, tehát ha ott asszony szül ezekben a napokban, ott csak a szülésznő van, a bába van jelen. Nincs orvos. De ezeket nem publikálják, mert a vezetőkben vannak tojva, nyilván jogosan meg kirúgják, meg megszégyenítik őket. Milyen országban élünk, ahol a belügyminiszter alá tartozik az egészségügy? Meg ahogy a kémia tanár is mehet egyik iskolából a másikba kémiát tanítani, úgy a szülész is mehet majd egyik kórházból a Tatabányaiba. De rendőr meg valószínűleg azért nincs, mert ők nagyjából kimaradtak ebből az átlagosan elég nagy és elég széles körű elmúlt évekbeli béremelésből. Igen. Azt hitték, hogy talán a hazafiság, vagy Pintér belügyminiszter kemény tekintete elég lesz, hogy őket ott tartsa. Na jó, de egészen más ez, és egészen más mondjuk, amikor valakit beosztanak éjszaka járőrbe decemberben. Hát az, annak azért jóval kisebb megtartó hatása van, mint a beígért. Például a vidéki olvasót érdeklik ezek, hogy mennek el az emberek, ugye nyilván az vidéki falvakból, kisvárosokból is mennek el dolgozni sokan, nem? Szóval ez őket kell, hogy érdekel. Persze, hát szerintem minden érdekli őket. Hát végig az jár az eszembe, hogy azt a feladatot kell elvégezni, hogy ezeket a felismeréseket eljuttatni hozzájuk, és nagy tömegbe is rendszeresen. Tehát nem, mi nagyon, nagyon jó heti összeállításokat csinálunk, de még mondjuk max 100 000 helyre jut el, holott el kéne jutni mondjuk az, hogy 2 millió emberhez eljusson, ahhoz 700 000 példány kellene, hogy valaki kivigye azt a postaládákba. És ez most, pénzkérdés vagy emberkérdés? Hát a nyomtatás pénzkérdés, a terjesztés az emberkérdés. De miből van kevesebb? Hát ezek mindig így párhuzamosan egymás mellett mozognak, mindenből kevés van, pénzből is, meg emberből is. Most például mi azzal kísérletezünk, hogy most holnap fogunk például a Nyugati pályaudvar mellől indulni, hogy szeretnénk... Ez a holnap szombaton akkor fogja menni a műsor. Akkor szombaton, igen. Ilyen konvojokat próbálunk szervezni, akik egy olyan 100 kilométeres távolságba minden héten elvinnék ezeket a híreket. Az a tapasztalatunk, hogy ahova vannak olyan helyek, ahova már több év óta minden héten járunk, és ott az érződik, hogy igenis tájékozottabbak lettek az emberek. Tehát, hogy tehát a minden héten megkapják annak is a cáfolatát, amivel egész héten hűítik őket, plusz új információkat is. És nagyon sokan várják, nagyon sokan olvassák, valószínűleg ott már ha valaki hülyeséget mond a kocsmába, akkor rászólnak, hogy azért ez nem egészen így van. De hát mit lehet csinálni mondjuk egy olyan településen, ahol a körzeti megbízott elment a közeli nagyvárosba mondjuk parkolóőrnek, vagy éjjeli őrnek, mert hogy jobban keres, mint hogyha egyenruhában őrzi. Az előző témában azt akartam mondani, igen, hogy van egy ilyen általános munkaerőhiány, és most egy ilyen átvándorlás van. Tehát, hogy pont azért, mert munkaerőhiány van, a rendőr azt mondja, hogy hát ennyiért ne, találok ennél jobbat, igen, akkor inkább elmegyek parkolőnek. A másik azt mondja, a nővér is, hogy akkor elmegyek a magánegészségügybe, nem leszek itt. A tűzoltó is, hogy ezt nem csinálom, hanem akkor inkább elmegyek építkezésre, mert ott van hiány. Tehát szerintem egy ilyen átrendeződés folyik, és ezeket érezzük, hogy átáramlanak oda, hát most nem beszélve arról, hogy nyilván sokan ki is mennek külföldre. Hát persze kérdés, hogy majd ennek a mostani ellenzéknek vajon vannak erre válaszai. Minden esetre a héten az ellenzéki
kormányfőjelöltek adtak magukról életjelet, hiszen Karácsony Gergely is bejelentette, hogy megvan a jelölt jelöltséghez a szükséges 20 ezer aláírás, majd rögtön utána Dobrev Klára és a DK jelöltje is elmondta ugyanazt, sőt Karácsonynak volt egy olyan dobása, amivel, hát hogy úgy mondjam, észrevetette magát, vagyis nyíltan odadobta a kesztyűt a kormánynak, mondván, hogy Budapest visszavonja a támogatást az atlétikai EB megrendezésétől, ha a kormány a Fudan ügyben továbbra is ragaszkodik. Ez ugye történt csütörtökön, ugye ez a bejelentés, és pénteki napon a kormány beadta a Fudan Egyetemet kezelő alapítvány alapító okiratát elfogadásra, úgyhogy megvan a válasz. Ez egy nagyon furcsa dolog. Úgy láttam a pénteki sajtóban, hogy a nem aratott osztatlan sikert az ellenzék és a fővárosi közgyűlés köreiben ez a hirtelen, ez a rapid bejelentés. Nem volt egyeztetve senkivel. Előtte már a DK-s képviselőasszony szerda este bejelentette a maga módján. Karácsony ezt vagy megérezve a lehetőséget, vagy maga is gondolt már ugyanerre, csak kicsit késett, egy nappal később nagy dirredurral robbantotta ezt a dolgot, és akkor azt mondták néhány, igen, hát ez nagyon jól hangzik, hogy fricskát adsz az Orbán kormánynak, na de akkor a 9. kerület elesik ettől, ettől és ettől a beruházástól, akkor nem lesz meg az a, és az a megbízása, amit a főváros élvezett volna, nem lesz meg az a forgalom, amivel számolt a fővárosra, biztos, hogy jó. Nagyon meggondolatlannak tűnik ez, és átgondolatlannak, miközben nagyon szimpatikus első hallásra, hogy végre egy ellenzéki politikus ténylegesen lép, és azt mondja, na jó, elég. Kényszerhelyzet, de nagyon ellentmondásos. Én egyértelműbbnek tartom a Karácsony lépését, egyrészt biztos, hogy neki is ezerszer eszébe jutott már, hogy ez az egyetlen adó, ha valóban adó, de valamennyire mindenképpen, és látványos, mindenki által könnyen felfogható adó, akkor nem lesz atlétikai világbajnokság. Hát hányszor elmondták az emberek, ellenzéki szavazók, hogy csináljon már valamit a főváros, mert az nem lehet, hogy ilyen szemét módon veszi el tőle a pénzt a kormány, és minden módon megszorítja, tönkre akarják tenni, és így tovább. Vagyis tudta ő ezt jól, hogy most azért lépette az ellenzéki polgármesterek a közgyűlés megkérdezése nélkül, de megkérdezi, mert ugye a közgyűlés elé viszi, fogja terjeszteni. Igen, csak hát addig csak a mellemnek hírértéke van. Hát arra meg azt mondom, hogy miért jobb lett volna, ha a DK áll ki, és kiállt egyébként, de ki? Ha marad a G. Németh Erzsébet kezében és szájában az, hogy mi követeljük, hogy hát sokkal kisebb a jelentő, hogy most mondja a DK, na és ha a főpolgármester mondja, akkor az jelent valamit, akkor annak van súlya, akkor legalább tétje van az egésznek. Meg tudja csinálni? Nem tudjuk. Lesz következménye? Nem tudjuk. A kormány lehet, hogy még keményebben visszavág? Nem tudjuk. Lehet, hogy mégis enged, szavakban majd ütni fogja Karácsonyt, de gyakorlatilag mégis lesz valami kis egyezkedés, és akkor eredménye is lesz a dolognak? Nem tudjuk. Azt biztosan tudjuk. Ha a kormány akarja, akkor meg fogja szorítani a 9. kerületet is, a 10-et nem, mert az fideszes, a 11-et is, és hát így tovább. Hát vagy elviszi Debrecenbe az egészet, és ott rendezi meg. Elviszi az országot Debrecenbe, igen. És ott fogja felépíteni, mindent megcsinálhat. Jó, csak hát közben nem tudom, hogy jártatok-e mostanában a környéken, hát már az acélváza persze, tulajdonképpen az meg, hát az meg fog épülni. Az meg fog épülni, és a kérdés, hogy akkor mi lesz a diákvárosa. Tehát én azért még mindig azt mondom, hogy nem volt átgondolt a lépés. Ugye az volt az egyessége Karácsony Gergelynek Orbán Viktorral kormányával, hogy megrendezi a kormány az Európa-bajnokságot, ehhez hozzá VB-t, bocsánat, az atlétikai világbajnokságot, ami Magyarország legnagyobb sportrendezvénye lenne, ami szerintem egy nagyon hasznos dolog. 50 milliárd forintot kap a kormánytól a főváros ennek fejében az egészségügy fejlesztésére, és külön egyességben a 9. kerület pedig bizonyos fejlesztésekhez jut, amiben szintén a kormány részt vesz finanszírozóként. Ez azért egy deal. Ez meg volt kötve. Ebben a dealben benne volt a diákváros. Benne volt a diákváros. Hiszen hozzá is kapcsolták, mondván, hogy ez az atlétikai stadion milyen remek lesz majd azoknak a diákoknak, akik ott laknak. De elhangzott-e, Gyuri, az, hogy a Fudan Egyetem
miatt nem építi meg a kormány a diákvárosát. Nem, az nem hangzott el. Az nem hangzott el, azt mondta, hogy megépíti, majd nyilvánosságra kerültek azok a tervek, meg térképek, meg rajzok, hogy megépíti fele vagy harmad akkora területen, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjuk, hogy megépül, de gyakorlatilag nem igen, fog megépülni. Igen, de ezek tervek voltak, szóval ezek viszont még nem elfogadott kivitelettek. De maga Füriyes is azt mondta, hogy meg fog épülni, hát korlátozottabb, tehát elismerték, hogy nem az lesz, amiben megállapodtak. Ezzel szemben viszont 26 hektárt már elígértek a Fudan Egyetem számára, elkülönítette a projekt megvalósításához, tehát ez már hogy úgy mondjam, visszavonhatatlan lépésnek tűnik. Igen. Meg hát természetesen most még ott nem épült semmi, tehát ott még ez abszolút egy barna övezet, vagy rozsda övezet, ahogy ezt a várostervezők szokták mondani. Tehát ezt már oda ígérték. Egyébként, ami nagyon érdekes, és itt is, már most is előjött, hiszen Gyuri is említette, hát azért ez nagyon szép, hogy lesz egy ilyen stadionunk, én remélem, hogy Diamond League versenyeket is, tehát ezt a éves sorozatot is ide lehet majd hozni Budapestre, mert nagyon látványos, csak éppen az nem igaz, hogy ezekben a stadionokban tömegesen lehet sportolni. Ez az él sportnak, főleg a labdarúgó stadionokra vonatkozik, nagyon sok helyen még futókör sincsen körülöttük, és hát azt ugye a labdarúgó szakosztályok használják, de hát egy kisvárosnak. Az atlétikai stadiont én úgy tudom, eleve úgy tervezték, hogy a rendezvény után a tömegsport számára alkalmas legyen a környezete, és úgy lesz kiképezve. Hát a környezete talán igen, de azért én nem tudok elképzelni egy olyan világversenyeket lebonyolító stadiont, amiben aztán beengedik a tömeget, csináljátok, amit akartok. Hát ez szerintem láttam én nagyon szép stadionokat Rómában és Stockholmban is, ahol nemzetközi versenyek zajlanak. Hát oda, Petrocelli úr vagy Lundqvist úr nem tud bemenni, aha, futni egy órát. A környékén biztos lehet csinálni valamit, és biztos fognak is csinálni. Nem csak azért, mert az sokkal kevesebb pénz, hanem azért is, mert akarnak valamit nyújtani nyilván a saját szavazóiknak is. Hát mi nem csak egy stadiont akarunk, hanem tömegsportot. Valami biztos lesz. De az egészen biztos, hogy itt fölrúgták az eredeti megállapodást, és az is biztos, hogy itt egy politikai játszma folyik, hogy ebben Karácsony mennyire volt bátor, vagy mennyire hát, volt túlzó. Jó ütemérzékkel volt ez a becsúszó szerelés, vagy sem, ezt nem tudjuk. De hogy az üzenete jó az ellenzéki szavazó számára, az biztos. Három szempontot akarok csak hozzátenni, az egyik az a vidéki szempont, ugye az, hogy tehát a vidéken élők szempontjából a diákváros az tényleg egy iszonyú fontos dolog, hogy a vidéken élők gyerekei azok normális lakhatáshoz jussanak. Tehát ez őket nagyon is érdekli. A második, hogy mindenki mondja, de keveset csinálják, és kevés eszköz is van, hogy a kormány csak az erőből ért, főleg az Orbán. Semmilyen más érvek nem érdekesek. Valaki valamilyen erőt tud mutatni, ez itt egy lehetőség volt. Az igen, az, hogy taktikus volt, hogy sokáig hallgatott erről, nem tartotta folyamatosan ezt napirenden, hogy most egy kicsit kampányize van, stb., de akkor is ez egy valódi kártya. Nem hiszek abban, hogy ezt így át lehet Debrecenbe vinni. Nyilván ennek nagyon bonyolult feltételrendszere van. Jól hangzik, de nem nincs olyan sok idő már arra. És a harmadik szempont pedig az, hogy az önkormányzati szektor az egyre inkább úgy van, hogy már mindegy neki. Tehát, hogy a végső határon vannak, sok önkormányzatot ismerek, olyan mértékben elvették tőlük a pénzeket, mondjuk a Budaörs példája nagyon, nagyon közismert, ahol nem tudom, a 11 milliárdos bevételéből 4-5 milliárdot elvettek, borzalmas arányban. Az ország egyik legdinamikusabb városát odáig nyomták vissza, hogy annyit tud csinálni, néhány utat megjavítanak. De ugyanez van a polgármester. Igen, de ugyanez van a fővárosra is, ugye, hát vannak hírek, hogy... Tudnánk sorolni egyébként a példákat. Hát már be is jelentették, hogy nem sokára elfogyott a pénz, kölcsönt kell felvenni. Igen. Tehát én úgy hallom, meg úgy érzékelem, hogy az önkormányzatok körében az van, hogy vagy megdől ez a kormány, és akkor lesz normális helyzet,
vagy ha ez marad, akkor valószínűleg akár meg is szüntetik az önkormányzatiságot. Akkor majd Pintér belügyminiszter kivezényli a katonákat, mert a katonák fölött hát is... Nem, mert ilyen előjáróságot sem kész. Beállítja a katonákat a polgármesteri hivatalokba. Hát miért csak a kórházakban? Csak azért akartam ezt hozzászólni, hogy itt az önkormányzatok szempontjából ez nagyon komoly ez a harc. Tehát szerintem a Karácsony Gergelynek olyan nagyon már nincs mit vesztenie, mert hát már... ennek az évnek a végén már csak kölcsönből élnek, és ugye ott tényleg olyan helyzetet állítottak elő, hogy minden ellenzéki önkormányzata lehet mutogatni, hogy ti szerencsétlenek nem tudtok semmit építeni, bezzeg a hát szomszéd városban. A legszebb példája ennek a Gödi önkormányzat, ahol ugye hatalmas Samsung fejlesztés zajlik, egy pillanat alatt a területet kivették az önkormányzat hatóköréből, megkapta a Pest megyei fideszes többségű önkormányzat, hogy rendelkezzen az onnan befolyó iparűzési adóból, és az önkormányzatra pedig, a Gödire pedig lehet mutogatni, hogy milyen töketlenek, és hogy alkalmatlanok, ugye hát erre van felfűzve a fővárosi ellenkampány is tulajdonképpen. Hát csak hogy azt azért hoztam elő, hogy valószínűleg kényszerhelyzetben is vannak az önkormányzatok, tehát nincs más lehetősége, harcolnia kell, és most ez lehet, hogy ez a fenyegetés, ugye ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban, hát ez egy eszköz, de nincs más eszköze, és most már lassan el kell vinniük egy olyan pontra ezt a dolgot, hogy a kívülállók is lássák, hogy itt vagy-vagy, tehát hogy a 2022-es választásnak az a tétje, hogy vagy teljesen megnyomorodnak ezek a települések, és ez érinti az ott élőket is, vagy pedig változás lesz, és az adhat reményt. Én szerintem ezzel azért lép ilyen bátran, hogy ezt akarja ezzel kommunikálni. Lehet-e ebből azt következtetni, hogy Karácsony Gergely vagy a kampánystábja úgy döntött, hogy arculatot kell váltani? Mert idáig Karácsony Gergely volt a jó fiú, aki mindenkivel meg tud egyezni, aki tulajdonképpen kedves volt, és most egyszer csak egészen meglepő módon az asztalra csapott. Lehet, hogy a kampány emberei úgy döntöttek, hogy ha egy kicsit keményebb arcot mutat, akkor az kifizetődő. Szerintem nem alkalmas sem a Karácsony Gergely, sem számos ilyen ellenzéki vezető erre, mert nem abból a fából faragták, mint Orbán Viktort és az általa kinevelt bagást, akiknek minden mindegy, teljesen értékek nélkül, a pillanatnak megfelelő döntéseknek megfeleltetik magukat, mikor, hogy viselkedjenek, mikor, mit mondjanak. Erre egy intelligens ember nem képes. Márpedig szerintem a Karácsony arra alkalmatlan, hogy a stábja azt mondja neki, hogy holnaptól kezdve hordjál turbánt, és te legyél a nem tudom milyen a legnagyobb muszlim. Ja, nem erről szól. De az Orbán egy perc alatt köpönyöget váltott. Hát látjuk hányszor is, hogyan teszi. Erre nem képes egy intelligens, normális európai ember. Ez nem, nincs benne az de ezen az alapon akkor hozzunk be egy ázsiai diktátort, adjunk neki magyar állampolgárságot, és tegyük meg az ellenzék vezérének, nem? Hát ez nem, szerintem ráadásul azért sem stimmel, mert azért a választásokon mégiscsak a szavazók fognak dönteni, millió dologtól befolyásolva, és a millió dolognak a 80%-át vagy 90%-át a kormány tartja a kezében. De mégiscsak az emberek kezében van a döntés, és ők látják azt a különbséget, hogy Orbán ilyen, hát nem szeretem, meg ezért nem szeretem, azért, de hát mégis miatta vagyok biztonságban, gondolhatja a Fidesz szavazók egy része is, viszont ha lát egy olyan normális, mosolygó, barátságos, megértő, sok mindennel, akár kompromisszumot is kötni képes embert, mint amilyen a Karácsony, akkor azt mondja, hát ez egy más világ. Talán nem lesz állandó háború, talán nem kell állandóan verekedni, veszekedni, harcolni, mert azt nem szeretem, tulajdonképpen nyugalomban szeretnék élni. Ha ezt Karácsony tudja nekem biztosítani, akkor lehet ő is. Szóval én nem hiszek abban, hogy Orbánnal szemben egy másik Orbánt kell felállítani, mert az sokakat még inkább erje, akkor azt mondja, maradjon a biztos. Orbán legalább hozta, amit hozott, nekem egy másik ugyanilyen nem kéne. Tehát akkor... meg erőt mutatni csendben is lehet, tehát nem muszáj olyan arrogánsnak lenni, hanem csendben is mondhatja, hogy ebbe állapodtunk meg, nem tartottátok be, akkor mi pedig felbontjuk ezt a megállapodást. Tehát nem... Jó, hát azért kell a politikában annyi populizmus, amennyit hát, most a Karácsony produkált ezzel, mert ez a lépés az elsikkat, ha ez nincs ennyire markánsan, és ilyen hozzáképes, elég durva stílusban előadva.
Ez persze, kell. Hát látod, akkor azt mondod ezzel, hogy mégiscsak képes ilyenekre, és sajnos a politika olyan lett, hogy néha ilyen eszközökhöz is nyúlni kell. De persze a kormányt ne becsüljük le, mert független attól, hogy a következő hetekben milyen választ fog erre adni, azért valószínűleg arra játszik, ezt nem mondta ki senki még az ellenzékben sem, önkormányzatokban sem vetették föl, nyíltan legalábbis, hogy miután néhány napon vagy egy-két héten belül formálisan is és gyakorlatilag is elfogy például a fővárosi önkormányzat pénze, ezért folyószámla hitelt kell fölvenniük, hogy ki tudják fizetni a béreket, működtetni tudják a várost, de az év végéig ezt a hitelt vissza kell fizetni valahonnét, valamilyen bevételből. Ha a kormány odaadja azt, amit elvett, akkor ki tudják fizetni. De ha nem akarja odaadni, sőt, még többet von el tőlük, akkor mi történik? Azt fogják mondani, csőd. Budapest csődbe ment, úgyhogy csődgondnokot küldök a fővárosi önkormányzatba, mert ezek annyira alkalmatlanok, nagyon hogy a városa... Nagyon előre szaladtál, Gyuri, már... De én attól tartok, hogy ezt az abszolút... A már látod azt, hogy Fűries Balázs lesz a csődgondnok, nem, én egy vállapos katonára gondolok, csak hogy éreztessék az erőt is, de én el tudom képzelni ezt a szörnyű megoldást is. Jó, de ettől poralizált, én erről beszélek, hogy most egyre ilyen polárisabb lesz ez, hogy tönkre akarnak tenni, csak az ő leváltásával tudunk ebből a hurokból kijönni. Tehát én szerintem 22-re egyre többen így fogják feltenni, Orbán vagy nem Orbán, ez az egy kérdés. Persze. És talán a Magyar Bánt mondta egyszer, hogy majdnem minden kérdés, valami problémára mindig az a válasz, hogy hát ez az Orbán miatt van. Igen. Tehát hogyha ezt az emberek is megértik, hogy ő áll a rengeteg döntés mögött, meg hát ilyen... Ez a hátránya az egy személy autokratikus vezetésnek, hogy az, hogy a faluban elfogy a 60-as szög, azért is ő felel meg, azért is, hogyha nem jönnek mondjuk a gázszállítások Oroszországból. Jut eszembe, volt egy orosz vendég Magyarországon a héten. Kedves vendég. Egy kedves vendég, aki egy nappal azután érkezett, hogy Kijevben Áder János nagyon meglepő kijelentést tett, ahol arról beszélt, hogy elfogadhatatlan Magyarország számára a Krim annektálása. Hát ez egy nappal Lavrov budapesti... Kicsit finomabban, bár ezt mondta, de azért kicsit diplomatikusabb szavakkal. Mindenesetre összehasonlította a mi trianoni veszteségünkkel, amit a románok vettek rossz néven. Nehéz itt jót szólni ilyen ügyben. De nagyon érdekes volt, hogy Áder eltért a hivatalos vonaltól. Igen. Az eddig hivatalosnak ismert vonaltól, és úgy láttam, hogy viszont emiatt elmaradt a Szijjártó Lavrov egymásra bólulás is, tehát nagyon sok mindenről beszéltek, meg természetesen... De barátjának nevezte Lavrov Szijjártó Pétert. Ezt azért jegyezzük meg, és igyekezett tompítani az Áderféle kijelentés súlyát. Azzal, hogy így eliminálta, hogy hát a politikában vannak ilyen nem tudom micsodák, szóval azért engem ez meglepett. De hát a business is usual, hát lehet, hogy arról van szó, hogy a Sputnik oltóanyag gyár felépítése most mindennél fontosabb az oroszoknak, pillanatnyilag, amire Magyarország bejelentkezett, és ez hát most fontosabb. Van valami gazdasági ráció, mert ugye pont ez a problémája a Sputnik nemzetközi forgalmazásának. Hogy nem tud eleget gyártani. Hogy nem tud elegendő, megbízható minőségű gyártani, mert 5 helyen gyártják, vagy 6 helyen Oroszországban, csak éppen a minősége, a gyártás technológia megbízhatatlansága miatt nem elég jó, és ez most a legnagyobb problémája, én úgy tudom, az orosz vakcina gyárnak. Márpedig Magyarországon azért a gyógyszeripar elég fejlett, és elég és megbízható. Miért nem a Pfizerbe kapcsolódunk be, ahol ráadásul magyar vonatkozás nagyon erősen ott van a Karikó Katalin révén, és még könnyű is lenne kilobbizni, és a megbízhatóság ott nem kérdőjelezhető meg, szóval akkor megint... Péter, elszaladtál. Hát ilyen alapon még a Sinopharmnak a gyárát is felépíthetjük, ha a külpolitikai prioritásokat veszünk. Nem hiszem egyébként, hogy ez az oltóanyaggyártás lett volna a fő kérdés, ez inkább megint csak a politikai propaganda része, hogy mennyire együttműködünk, megbízunk egymásban annyira, hogy még nálunk is lesz ilyen, de hát eleve ezt a gyárat állítólagos magyar, még kifejlesztés alatt álló magyar vakcina gyártására akarják fölépíteni, amihez hozzájönne a kínai
valamiért. Az is fontos nekünk, hát most akkor magyar is, kínai is, orosz is, végén a világ legnagyobb vakcina gyártója leszünk, de nem teszem hozzá, vagyis szerintem ez csak játék a szavakkal és néhány millió dózissal. Nem ez a lényeg. Amit nyilvánvalóan Lavrovnak is fontos az, hogy fenntartsa a látszólagos és valószínűleg ténylegesen is jó viszonyt a magyarokkal. Miért akarná elveszteni Ádernek, a kifutó, amúgy is nyugdíjba vonuló Ádernek egy mondata miatt a magyarokkal való különleges barátságot és különleges viszonyt Oroszország? Nem akarja. Nyilván elmondta, hogy na hát elvtársak, ez így azért nem lesz jó. Majd az új elnöknek tessék megmondani, hogy ne beszéljen mindenfélét össze-vissza. De a döntő kérdés itt ezen kívül, hogy változatlan fontosak vagyunk nekik a NATO-n és az Unión belül, az lehet, hogy új hosszú távú gázszállítási szerződést kell kötnünk az oroszokkal. És mi itt nem vagyunk nyerőhelyzetben. Itt teljesen a botnak a rossz végén vagyunk, nem csak azért, mert ők szállítanak és mi veszünk, hanem azért is, mert az eddigi pozícióink is romlottak, mert a különböző új gázvezetékek megépítésével Magyarország már nem lesz tranzit gázszállító, vagyis nem jönnek bevételek, és ki tudja, hogy milyen árakban tudnak megállapodni, mennyire. Korábban voltak olyan vélemények, hogy nem is kell már hosszú távú gázszállítási szerződés, annyira szabad lett a piac, annyira könnyű új gázmennyiségekhez, importhoz jutni, nem érdemes, és még Orbánék is játszottak a gondolattal, most már megint 15 éves szerződésben gondolkodnak, és valószínűleg abban, hogy megpróbálják valahogy lealkudni az elmúlt évben jelentősen emelkedő árakat. Szóval itt az oroszoknak van igazán kártyájuk, és ráadásul nagyszerűen tudnak játszani vele, mert Lavrov aztán ígérhet bármit, hiszen nem ő köti meg a szerződést, hanem, és erről beszélt is Szijjártó Péter, neki a Gazprom vezetőjével, Alexej Millerrel kell majd megállapodnia, és az orosz külügy legfeljebb széttárja a karját. Hát, hogy hát mi szerettünk volna segíteni, de hát ez ugye magáncég. Itt a Miller úr, hát... Mit lehet csak itt tenni? Nem tudunk befolyást gyakorolni rá. Szóval szerintem a magyar-orosz különleges viszony fennmarad. És... Nincs gáz, lesz gáz? Lesz, gáz az lesz. Gáz az lesz. Hát már csak azért is, mert ugye azért az érem másik oldala az is persze, hogy az oroszoknak is szükségük van ezekre a piacokra, hiszen ez nekik is nagyon fontos. Csak közben megépül két nemzetközi vezeték, ugye, amelyen keresztül részint ki lehet iktatni Ukrajnát, amelyiknek egy komoly tranzit jövedelme van, meg Belaruszt is, amelyik egy bizonytalan ország, hiszen az észak-oroszországi Viborgtól Greifswaldig vezet Németországig az északi áramlat, Törökországon keresztül pedig Szerbián keresztül jön hozzánk, tehát a szerbek fogják a tranzitdíjat bezsebelni, és nem Magyarország. Úgyhogy kíváncsian várom majd, amikor Szijjártó Péter leül a Gazprom vezetőjével, és nyilván nem csak a foci reklámokról fognak beszélni. Ezzel egyébként a hetes stúdió végére is értünk. Én nagyon szépen köszönöm Ellászló Jánosnak, Bolgár Györgynek, Rózsa Péternek, hogy itt volt, önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet.